nem tudtam, de éreztem, hogy biztos átkerül a sor. Már a héten gondolkoztam azon, hogy milyen a hálaadó életünk, és arra jutottam, hogy ez nem törvényszerűség, az, hogy hálát adunk Istennek. Ez olyan könnyen megy, hogy a törvényszerűség nem, akkor látnak a világban, és meg mindenkit, hogy igen, sokan adunk hálát, de ez nem törvényszerűség egyáltalán. Sokan meggyógyulnak, sokakat megáll Isten anyagi gazdagsággal, lelki gazdagsággal, vagy bármivel, de mégis a hálás sokszor elmarad. Ez nem törvényszerűség, ez, valahol ezt kell tanuljuk is egy kicsit. Úgy gondolom, hogy azért vannak a hálaadó ünnepélyek, hogy ilyenkor egymást buzdítsuk a hálára, magunkban is generáljuk egy kicsit a hálaadást, a másikban is, és ezt egy kicsit tanulni is kell, akarni is kell, meg csinálni is kell. Honnan tudjuk azt, hogy nem törvényszerűség ez? Hát elolvasom az ígét, amit a héten nekem eszembe jutott és kikerestem. És lőnyikor úgy a Jerizsálem felé, hogy ő Samáriának és Galileának vezetette méne által, és mikor egy faluba beméne, jövelébe 10 bélpoklos férfi, kik támadó megállának, és felemelés szavakat mondva Jézus Mester, könyörű rajtunk. És mikor őket látta, mondani nekik elmenni, mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda menének, megtisztulálnak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatér dicsőítén az Isten nagy szóval, és arccal leborul az ő lábainál hálákat adván néki, és az Szamária beli valamit. Felelően pedig Jézus mondta, ha nem 10-en tisztulálnak én meg. A 9-e pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni Istennek, csak ez az idegen. És én mondok neki, kelj föl, és menj el, hogy a hitet téged megtartott. Tehát lássuk az ígében, a Bibliában, hogy Isten meggyógyított 10 embert, egynek jutott eszébe, hogy egy akart visszamenni, nem tudom, egy ment vissza, hogy hálát adjon Istennek ezért. Sok mindenért hálát adhatunk, de hogyha valaki már volt esetleg halál közelében, vagy halálos beteg, mint ezek a bélpoklosok, úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog, amikor hálát adhat egy ember Istennek, hogy megmentette őt mondjuk egy betegségben, vagy éppen a haláltól. És még ekkor sem volt törvényszerűség ezeknek az emberek, hogy visszamenjenek és hálát adjanak. Tehát én azt kívánom mindenkinek, hogy ne gondoljuk azt, hogy a háladás csak úgy jön az égből, ezt kell gyakoroljuk minden nap. Én sem gondoltam rá, hogy kik eljöjjek, de két dolog van a szívemben mostan. Az egyik az, hogy tegnap, mivel fociztunk, ezért hálás vagyok azért, mert elértük a döntőt, ott pedig második helyet megszereztük, és kicsit öröm volt bennem, hogy én rúgtam a döntőből ott. És nagyjából minden sikerült, amit elterveztünk mi. Ha voltak is hibák, amit szeretünk volna, azt eljöttük még, annál többet is ezzel a nappal. Akik eljöttek, azok is örültek, hogy volt egy ilyen bajnokság, ahol játszhattak, és azt hiszem, hogy mi is megelégettünk a második helyet, már ha nem sikerült az első helyet megszerezni. Másik dolog, amiért hálás vagyok, az az, hogy fiatal házasként látom azt, hogy a körülöttünk élőknek, körülöttünk levő fiataloknak nem könnyű az elindulás. És a mi esetünket kicsit különlegesnek tartom, kivételesnek, és Isten áldásának tartom azt, hogy én is be a úgy tudtunk nekiindulni az életnek, hogy van mögöttünk támogatás. Ezt részben a szüleimnek is köszönhetem, részben azoknak a testvéreknek, akik
támogatnak bennünket, apósomék is, és mindazok, akik biztatnak, hogy ne adjuk fel, hanem így tovább, előre. És látom Istentől azt, hogy ő előre visz minket. Vannak olyan fiatal házasok, akik küszködnek, nekünk pedig nem kell küszködni. Isten adott egy munkahelyet is, és dolgozunk minden nap szinte, de látjuk azt, hogy van haladás, van fejlődés. És a kimondhatatlan ajándék az Úr Jézus Krisztus, azt hiszem az a legnagyobb ajándék, amiért hálásak vagyunk, hogy az övé lehetünk. Köszönöm azt Istennek, hogy megadta a tegnapi napot, köszönöm azt, hogy minket előre visz az ő útján, úgy anyagilag, lelkileg, és látható az Úr Jézus Krisztus.